A most megjelent könyv folytatása annak a feltáró munkának, mely a szekszárdiak sorsát az első világháború korában már feldolgozta. Most a szerzőpáros a II. Világháború a várost és a lakóit érintő, valamint Szekszárd életét 1920 és 50 közötti időszakában dolgozta fel. Családi levéltárak közvetlen forrásai a személyes történelmi hitelessége alapján. Szabó Géza muzeológus azt mondja, 80 év kellett ahhoz, hogy az emberek megnyíljanak és elmeséljék családjaik sorsát. Volt, aki a gyerekét féltette, és azért nem, volt, aki meg is semmisítette a teljes anyagot. És igen, miért kellett ezzel ennyit várni? Valóban korábban kellett volna, akkor kellett volna, amikor a közvetlen résztvevők még éltek. Az elmúlt 15-20 évben, tehát amíg mi gyűjtöttük ezt az anyagot, akiktől gyűjtöttük, azok közül már nagyon sokan nincsenek közöttünk. A források tükrözik a város társadalmának személyes történelmét, mely sok esetben tér el a történelemkönyvekben leírtak, mondta Nagy Janka Teodóra. 8 forrást közlünk egyébként, ezek első közlések ismeretlenek, és valamennyi a város lakói által őriztetett meg éveken, évtizedeken át. Ennek egyrészt köztörténeti jelentősége is van, fontossága is van, másrészt viszont Szekszárd életének egy eddig azért kevésbé fókuszban lévő időszakát mutatja be. A könyvadóni áttörés 80. évfordulójának tiszteletére látott napvilágot.